ezt akarom nektek mondani, hogy ugye itt a faluban annyi helyen hintás lakott, hogy itt nem tudta eltéveni, te itt a faluba bejöttél, itt csak hintást láttál. Otthonának az összes szegletébe, tehát nem tudtál úgy elmenni, ősszel főleg, hogy ne lássál lakókocsit. Tehát össze ugye mi hazajöttünk a lakásokba, és akkor ilyenkor be voltak tolva az udvarokba a főszerelések, és vártuk a tavaszt. Rudivá! Szávasz, magyarul beszélni! Bácsú díves! Cigány! Bácsú díves! Bácsú díves, hérgyácsuki! Hérgyácsuki, pászmander! Mistó! Üdvözöltük egymást, jött a... Tiszteletből. Tiszteletből. Jött a feleségemnek az unoköccse, és ő köszönt nekem, hogy jó napot kívánok. Én köszöntem vissza, hogy jó napot. De szintó. Én most a... Amit én halandzsáztam, az csak ilyen... Én nem tudok. Egy pár szavat tudok, de nem tudok beszélni. Én tudok itt Ozorán szintójú, meg ennek az anyja, meg az én nővérem. A néném, ő ért mindent, én de ő meg nem tud beszélni. Bácsopni nem tudnak. Legelőször az asszonynak az anyjának az anyja lakott itt, meg az atya. Azok voltak a legelső szintók itt Ozorán. Majd utána lett ugye az anyósomnak a családja, és akkor már kicsit szétterjedt. És akkor azoknak a családjuk, aztán megint a családjuk, azt így már sok lett. Akik voltak a szintók, az mind köszörűs volt először. Avval kezdtek. Mikor bekerültek, vagy itt fölnőttek Magyarországon, akkor mind köszörűséggel, vándor köszörűséggel foglalkoztak. Majd utána lettek mutatványosok. Az nekünk is lakókocsink volt, és avval vándoroltunk. Lovak húzták. És akkor Timálik faluba, vagyis anyám terhás volt, amikor rájött szegényre, hogy megszüli a babát, abba a faluba született. 66-ban kapta meg a vállalkozás engedélyt, ilyen játékbazárt kapta. És 66 óta csináltam, tavaly adtam le a vállalkozás engedélyt. Én 46 éves vagyok, és most már 9 éve küzdök én is ebben a gerincsérve. Ezt a gerincsérvet a láncintának köszönhetem. A láncint az egy olyan eszköz, amit mindent kézzel kell mozgassál. Amikor fölmész, berakod a rudakat, és kimész a rudon, ráütsz egy vas, ami tartsa a rudat, és akkor ráütsz, akkor rajtütsz egy vas, fán, és a hasadat nyomja a vas. És azt a széket, a 11 méteres láncot, ugye négy soros lánc, székkel együtt, ezt te kézzel húzod fel. Most ez mind a gerincedre megy. Tehát ez előbb-utóbb ez okoz egy olyan betegséget, hogy a hintások 95%-a gerinc beteg. Ne nyom, lefelé. Engedj el! Tartsd vissza! Tartsd vissza! Tartsd vissza! Tartsd neki. Pityu, nem mondod, hogy meg egy kis majoronnát, jöjjön már ide, majoronnát. Neki. Az én unokáim, már egész mások, mint én. Már mindenben van. Szó szerint mondom, fehéredünk ki. Tehát ha fogod látni akár az én gyerekeimet is, vagy a másoknak a gyerekeit, nem mondod meg rájuk, hogy romák. Tehát szőkülnek, ugye vannak a vegyes házasságok most már, itt is a faluban nagyon sok szintó gyerek, a faluban magyar lány lettem, tehát együtt élnek magyar családokat. Vannak szokások, ami tradícióban megmarad, és egyre kevesebben és kevesebben tartsák. A mostani fiatalok teljes más neveltetésben vannak, mint a régi. Gyerünk, Mirkányok, a következő menetre se tudok a bács megerővételben az indítónál. Köszönöm. Itt ahogy van ez az utca, itt majdnem mind mutatványos volt, de most már ő egyedül van a frizória.
A frizória, ő egyedül még csinálja a szakmát. Mindjárt még egy gyerek. Meg az öccse csinálja a szakmát, de most már a férjem most 5 hónapja halt meg. 45 évig egyhuzamban csináltuk. És akkor megnőttek a gyerekek, és akkor így egyik erre, másik amarra. Pont most jön egy öreg néni, aki ebbe a szakmába az egyik legnagyobb hintások voltak ők. Jó napot kívánok! Magyarországon a Hüvös völgybe, ami a Körhinta című filmben szerepel, Körhinta, az a dupla cég és a zövéjük volt. Hát ők vették meg. Ez Magyarországon az egyik legnagyobb 11 méteres dobogós hintának mondták, tehát pódiumos. Ez azt jelenti nálunk. Egy kisebbet csináltunk belőle, egy 7 métereset. Azt nyugodattuk a gyereknek. A férjének, a Lajos papának, annak voltak nagyon komoly eszközei, tehát hidrolikus gépek ma abban az időben. Csak hát ugye megöregedtek, belefáradtak és egyszerűen... Még meghalt a férjem, most már 11 év aztán. Volt egy sátor, azt fölépítettük, az volt a lakóhelyünk. Abba aludtunk a sátorba. Akkor ilyen kis gázas petrófőző volt, azon főztünk. Azon főztünk komolyan. Sokszor odajöttek a németek, lefényképezték bennünket, hogy hogyan tudunk így. De hát csináltuk. Soha, hála Isten, nem volt egy koccanásunk. Problémánk nem volt soha belőle. Csináltuk. Megpróbálunk újítani, mert régi dolgok itt már nem mennek. Tehát azért is egyre kevesebben vagyunk, mert aki nem próbált valamilyen irányba újítani, az lemaradt és ki kellett szállni a szakmából. Most már ez is egyre kevesebb, tehát meg már a szakma se tud nagyon megújulni. Tehát ahhoz, hogy egyre újabb eszközök létrejöjjenek, nagyon sok pénz kell, amiből kevés van. Évről évre brutálisan csökken a bevétel. A kiadás meg többszörösen nő. Üzemanyagköltség, közterethasználati díj, villanyvételezési lehetőség. Tehát ezek mind többszörösen nőnek. Tehát az eszköz állományainkat is ritkítsuk, tehát adunk el mindig. Tehát valakinek volt 3 eszköze, egyre, most már van a 3-ból csak egy, tehát sajnos ez ide került ez a szakma. Ez most befejezte a pályafutását, ez megy a hulladékvasba. Ez választhatatlan. Ennek vége. Ezt le se lejtezzük véglegesen. Nincs értelme húzni tovább. Ezek eladhatatlanok, tehát már a szakmában ezt mindig a más világban adtad el tovább. Tehát mindig volt rá valami új kezdő. Vége. Nincs új kezdő. Meghoztam a horgászatot, hova dobjam? Hova vigyem? Arra hátra, többi közé! Itt van, kész! Nem hallom! Meg is tanulsz,
vannak ezek az új gépek, ugye, tehát ezek a régi hagyományos dolgok, ezek mind leselejtedése kerül, aki még ebben a szakmában már marad és benne akar maradni, az újít, tehát az újabb gépet csinál. Én is próbáltam egy újabbat csinálni, kimentem külföldre, jártam kiállításokon, láttam egy olyan eszközt, amit esetleg megnyerte a tetésémet, és ezt megpróbáltuk itt megcsináltatni. Úgy gyártottuk, hogy ez a szabványoknak megfelelő, tehát ez egy tűvvizsgás eszköz. A mai kornak és a biztonsági szabályoknak megfelelő. Jó napot kívánok! Mi úgy készítek ezt az uniós... Milyen szag ez, szomszéd? Ez az uniós szag, a flex szag. Tudjátok, ezt megszakjuk télen, világos. Nagyon jó. Hiányzik, amikor már nem jövünk neki. Szállt a szomszéd még egyszer. Bemutatom a szomszédomat, meg a polipnak a gyártóját. Ő gyártott ebben a műhelyben nekünk a polipot. Ide kerülnek ezek a hagyományos gépek. Tehát egyszerűen már nincs értelme vinni. Ez itten egész évben itt volt benne. Ami nem jön annyi vas ki, amilyen érték egy ilyen gép. Az vasból, mert ugye fa a rúd, tehát vas nem van nagyon-nagyon sokban már, és ezt nem érdemes leadni. Tehát ez ha megmarad, már csak annak, hogy régen volt egy ilyen gépem, emlékben, akkor is megéri. Mert én is ilyennek kezdtem. Tehát a hintásoknak a 90%-a láncintába kezdtem. Szomszéd! Hónap hozom az akkumulátort, ezt a gépet hónap berefentsük. Oké? Okay. 56 éve évek legidősebb vagyom ebben. Itten, hogy én megyek még. Hogy én még utazok, ugye már hát nem tudom, mi lesz velem is. Javítani tudunk, de hát fejleszteni, ugye, fejleszteni kellene, ahhoz meg nincsen tőke, nincs pénz. Már a régi üzletek, ugye vannak, mondom, a libejő, kis intan van, célövön, de ezek már hagyományosak nagyon. Újítani kellene, hogy többet keresni, többet tudnánk keresni. Össze hazajövünk, télen elmegyek én is dolgozni, muszáj elmenni dolgozni. Muszáj menni, már hát nincs annyi bevétel, hogy megéljünk ma. Traktorozok, hordom a tármény, ilyeneket csinálok én is. Ilyen kis maszek munkákat csinálom én is. A szülőktől örököltük az hintákat, de azt a csődbe mentünk teljesen, már nem tudtuk fizetni még az OTP-t se. Ez nagyon nehéz volt a megélhetés. Nem kerestünk a bucsukon, odaadtuk a mély telepre őket. Hát, lassan már kial ez a hintás világ. Nem érdemes utazni. Nincs semmi jövedelem belőle. Ez volt anyukámnak a horgászata, ugye, amikor velem utazott. A végén már ugye, hogy ő neki a legkönnyebb legyen, amikor az a szokás, hogy megöregsző, akkor a tiszteletből az öreg szülődnek tartó meg egy eszközt. Tehát valami üzletet, hogy ő neki legyen egy bevétele. Na most anyukámnak ez a kis horgászata volt, amit minden hétvégén kinyitott és keresett vele pénzt. És ez több évig volt. Most ahogy már a végén láttam, hogy ez neki fárasztó, ezt én eladtam. És nem akartam úgy csinálni, eladtam. És állandóan fájt a szíve rája, és mindig a horgászatját emlegette, és ezt visszavásároltam azért, tiszteletből, hogy az anyukámé volt, és ez így megmaradt. Mi kicsi lettünk, Odora. A férjem tolta utcára a köszörűt, én meg mentem a házokhoz, hogy van egy köszörűni való. Azt akkor, ahol volt, kivittem, meg köszörűt, visszavittem. Hát volt, aki pénzt adott, volt, aki élelmet adott. Ilyen, így volt.
De aztán nem sokára lesz köszörűs, akkor látta, hogy a szüleim mutatványosok, azt akkor ő is váltott ipart. Akkor utána vettünk egy célövöldet, meg egy kis repülőt. Azt így léteztünk a gyerekekkel. A gyerekek itt jártak az iskolába. A lányom az vazáros, az állandóan itthon volt. Azt akkor hún itt jártak, hún vidéken jártak. Volt, amikor mentünk a helyszínre, akkor bejelentettük az iskolábaikat, azt akkor ott jártak. Főneveltem 10 gyereket, árvákkal együtt. Volt két árva gyerek, mint tud írni, olvasni. Csak én vagyok analfabéta. Ő mindent egyedül megoldott. Budapestre főment vonattal, megtalálta az áru beszerzési helyeket. Tehát ő megoldott egy analfabéta létre. Tehát rendesen működőképes dolog, és ezt vásároltam egy ilyet emlékbe, mert azért, hogy apukám ilyenen tudott játszani. Ezen analfabéta létire bármit eljátszott. A szintoknak a nagy része ezen a hangszeren tudott játszani. Tehát ez valahogy a vérükben volt, vagy ezt örökölték, nem tudom, szerintem a szülőtől a gyerek, hogy ezen a hárfán a régi szintok tudtak játszani. Az öreg azok már nagyon sokat melóztak. Ebbe születtünk bele. Kölök-kolom óta ezt csináljuk, úgyhogy megszoktuk már. Nagyon sokat melóznak a fiatalok is, de hát az öreg korszak az más volt. Jobb volt az összetartás. Mindenki oda ment azért, segített egymásnak. Mi úgy születtünk, hogy ezt a déd ükköregapánktól örökültük ezt a szakmát, és jobban mi ehhez értünk. És mi most már ezt is akar, így is akarjuk befejezni. Az, hogy a gyerekek majd mit akarnak, majd eldöntik, de 80%-a biztos, hogy nem ezt fogja csinálni, gyerekek. Nem hiszem rá. Hát ő rajtuk múlik végül is. Csak az igazság, hogy más lehetőségük sincs a gyerekeknek. Tehát mehetnek ők szakmát tanulni, hova helyezkednek el. Mi húzzuk, ameddig tudjuk. Azt majd meglássuk, mi lesz. Hát jobbat egyelőre nem tudunk. Akkor így a gépek le vannak takarva, ez nekünk ilyenkor könnyedik a szívünk. Mert ilyenkor nem keresünk vele. De amikor föl vagyunk építve egy placon, akkor a vidámságot visszük a falukba. És ezért szép ez a szakma. Ott is van azaz. Már itt minden számadat szedjen meg össze, gyerekek. Ott az autó alatt is. Ott is még van egy. Itt, ott. Orosz zele még itt is van. Össze kell takarítanunk, ugye, hogy jövőre is, ha jövünk, akkor tiszta területet adjunk át. Én, amire járok,
mindenhol tisztán tartom a területet, mert akkor legközelebb a hivatal nem vár vissza. Ilyenkor le kell mindent gumizni. Le kell kapolni, már megyünk. És akkor összeborulik minden sajnos. Egy kávéfőző maradt fönn. Amíg megfőzöm a kávét, az kész. Majd bemennek a cuccok. A tévét is mindjárt veszem le. Csak széjekhez szedje. Igen, muszáj. Így kell csinálni. Sajnos, ez van. Takasszátok le. Ugye éjjel sokszor megyünk, aztán defekt, vagy bármi van, akkor éjjel ott vagyunk az úton. Na most még jó, már mind vagyunk, de amikor gyerekek is itt vannak, nyári szünetben, a szegények se nem alusznak semmi. Hát én megmondom neked, ez a héten nem kerestem annyit, amennyit ki kellett tenni az autójaimra. Aztán csináltattam, a tőcsavarokat vettem vele, ezzel csináltuk. Nekem is mondom. A hét az elment a két autó. Ja, még a másodnak nem is mondom, a masterem ott tönkre ment. Az nekem nyakvágás. Jó, szuper szerelés. Két perc, mehet. Ez így megy ez a köldözködés. Megvan mindenek a portéja nálunk. Mára hogyan lehet elfordulni? Ez jó világ, hogy ebben velekül születünk. Ekkora szerelménye közlekedni, ez tudomány már. Mai világban. November első-második hetig minden évben megyünk. Sőt, volt olyan, hogy karácsonyig mentünk. Tehát volt az aranykapu vásárok, akkor december 24-én értem haza. Most egy pár éve ez megszűnt, amióta ezek a bevásárló központok vannak. Azóta megszűnt, mert egyszerűen már nincs értelme ki lenni a hidegbe. Bemennek melegre, bevásárolnak egy helyen, aztán bejönnek az autó, mennek vissza. Gyerünk a következő menetre. A szimulátorra a csatrokat meg kell váltani elővételben az indítónál. A következő program a Forma 1 lesz, tehát a Forma 1-re beszállás lesz a következőre. Jelenleg az évben legutolsó útunk vagyunk, tehát gyerünk lányok, nem mulasztjuk el az alkalmat. A legutolsó szimulátorunk.